Tóta V. Árpád azt írt a Zsiga Marcell alpolgármesterről, hogy tehetségtelen, tompa, egyszerű észjárású bűnöző. Még azt is írta, hogy lopott pénzből vette a házát. Zsiga rágalmazás miatt büntetőeljárást indított az újságíró ellen. A politikus ügyvédje azt kérte, hogy a körülváltatott szabadságvesztése ítélje fokházfokozatban, és ennek a végrehajtását próbaidőre függesztette. Igen, jól hallották. Tótát a perben a TASZ képviselte. A bíróságon elmondtuk, hogy egy demokratikus országban, egy demokratikusan működő társadalomban igenis helye van annak, hogy akár sarkosan is, és a sarkos véleményünket kifejezve bíráljuk azokat, akik a közpénzét költik. A bíróság pedig így döntött. A bíróság Tóta Árpád Béla vádlottat az ellene rágalmazás vétsége miatt emelt vád alól felmenti. A sértő értékítélet nem büntethető, a tényállítás pedig csak akkor, ha hamis. Az Alkotmánybíróság kimondta a TASZ korábbi indítványa alapján, hogy a közügyek megvitatása olyan fontos közérdek, ami miatt az elsőre tényállításnak tűnő mondatokat is értékítéletnek lehet minősíteni. Ha csak 100%-osan biztos állítások jelenhetnének meg a médiában, a korrupcióra sosem derülne fény. A demokratikus jogállamnak az egyik alappillére az, hogy ne kelljen annak félni, aki a politikusokkal szemben éles hangon kritikát fogalmaz meg. Tóta V. szavairól pedig azt mondta a bíróság, hogy szóba sem kerülhet az, hogy az ne a véleménynyilvánítás, illetőleg a sajtó szabadságát élvező kijelentés lenne. Első fokon a szólásszabadság nyert. Zsiga Marcell fellebbezést jelentett be. A TASZ továbbra is jogsegélyt nyújt az újságírónak. I'm gonna go to the hospital.